Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 13, 16, 19 és 25 méteres rövid hullámon. Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 12 órát jelez. Kedves hallgatóink, most a Szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik. Az ENSZ biztonsági tanácsa ma este újból összeült, hogy folytassa a magyar ügy feletti vitáját. Kuba küldötte tegnap határozati javaslatot nyújtott be. Ez szerint a biztonsági tanács szólítsa fel Moszkvát csapatainak Magyarországról való kivonására. A biztonsági tanács ismerje el a magyar nép önrendelkezési jogát és azt, hogy szabad választások útján alapítson kormányt. A biztonsági tanács küldjön továbbá haladéktalanul külön bizottságot Magyarországra a biztonsági tanács utasításainak végrehajtására. Ezt körökben biztosra veszik, hogy a három nyugati nagyhatalom erélyesen kiáll a kubai javaslat mellett. A biztonsági tanács tegnapi ülésén Szovjet, küldött tiltakozása ellenére tűzte ki a magyar kérdés napirendjére. A tanács 10 tagja szavazott a magyar kérdés napirendre tűzése mellett, amelyet csak a Szovjetunió ellenzett. A tegnapi érdemi vita során Szoboljev tagadta új szovjet csapatok Magyarországra való beözönlését. Nagy Imre második táviratát hivatalosan is közzétették az ENSZ főtitkárságán. A megkeresés a következőket tartalmazza. A magyar kormány felkéri a nagyhatalmakat, ismerjék el Magyarország függetlenségét. Kéri továbbá, hogy a biztonsági tanács utasítsa a szovjet kormányt a tárgyalások haladéktalan megindítására Magyarországgal. A magyar távirati iroda jelentése szerint tegnap egész nap folytak a szovjet csapatmozdulatok, különösen Kelet-Magyarországon. Pénteken reggel 2 szovjet páncélos vonat érkezett Záhonyba. A záhonyi állomás birtokba vétele után a szerelvény tovább indult Nyíregyháza felé. Erős páncélos alakulatok érkeztek Kisvárdára. Debrecenből állandó szovjet átvonulást jelentenek kelet-nyugati irányban. A magyar távirati iroda szolnoki irodája cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint szovjet csapatok elfoglalták a szolnoki repülőteret. Bécsi jelentések szerint az osztrák-magyar határ hermetikusan lezárták. Szovjet erők visszatartottak több Budapestről Bécs felé utazó nyugati újságírót, továbbá nyugati diplomaták hozzátartozóit. Minden járművet, amely Bécs felé tart, megállítottak. Magyaróváron hevenyészet tábort állítottak fel, ahol a feltartóztatott személyeket szovjet katonák őrzik. Külföldi újságírók és a diplomaták hozzátartozói Magyaróvárot töltötték az éjszakát. Az amerikai külügyminisztérium erélyesen tiltakozott a washingtoni szovjet nagykövetnél a budapesti diplomaták hozzátartozóinak visszatartása ügyében. Szovjet alakulatok az osztrák-magyar határ mentén kísérletet tesznek arra, hogy megakadályozzák a Magyarországra irányuló vörös kereszt szállítmányok bejövetelét. A Budapestről érkezett legújabb jelentések szerint tegnap késő este a Duna szálloda ablakaiból nyugati újságírók szovjet gépkocsi karavánt figyeltek meg. A szovjet teherautókon a szovjet diplomáciai személyzet személyi podgyászát szállították a rakpartra a dunai hajóállomáshoz. Az Egyesült Államok bécsi nagykövetsége közölte, hogy a budapesti amerikai követ ma hajnalban visszaérkezett állomás helyére. Washingtonban közölték, hogy Eisenhower elnök 20 millió dollár értékű élelmiszert és egyéb segélyt ajánlott fel Magyarországnak. A hajnali órákban az izraeli kormány közzétette a Gáza megadásáról szóló hivatalos közleményt, amelyben a gázai terület főkormányzója a feltétel nélküli megadást ismeri el. Híreink közlését befejeztük. Legközelebb 13 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Kedves hallgatóink, éjszakai külön műsort közvetítünk. Ezt a programot a 417 méteres középhullámon, valamint a 19, 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámú sávokon sugározzuk. Külön műsorunk keretében előbb a reflektort hallják, utána hírösszefoglalót mondunk, végül napi kommentár következik. A Szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik. Az Egyesült Államok határozati javaslatot nyújtott be az ENSZ biztonsági tanácsához. A határozati javaslat felszólítja a Szovjetuniót, hogy tartózkodjék minden beavatkozástól, különösen a fegyveres beavatkozástól Magyarország belügyeibe. A határozati javaslat azt kívánja, hogy a biztonsági tanács fejezze ki azt a várakozását, hogy a Szovjetunió a magyar kormánnyal történt megfelelő megállapodás alapján késlekedés nélkül visszavonja csapatait Magyarországról. Az Egyesült Államok határozati javaslatát Nagy-Britannia és Franciaország ENSZ küldötteivel való előzetes tárgyalás után terjesztette a tanács elé. Az ENSZ biztonsági tanácsa magyarországi időszámítás szerint 10:30 órakor megkezdte vitáját a magyarországi helyzetről. Hamar Szöld, ENSZ főtitkár jelentést tett Szabó János követségi titkár ENSZ képviselői minőségéről. A világszervezet főtitkára közölte, hogy olyan értelmű táviratot kapott Nagy Imre miniszterelnöktől, amelyből kitűnik, hogy Magyarországot Szabó János képviseli a biztonsági tanács ülésén. Hamar Szöld bejelentése nyomán Szabó János követségi titkár részt vesz a biztonsági tanács vitájában. A biztonsági tanács a szovjet ENSZ delegátus tiltakozása ellenére napirendre tűzte a magyar helyzet megvitatását. Lodzs, az Egyesült Államok ENSZ delegátusa felkérte Magyarország ENSZ küldöttét, hogy adjon további adatokat arról a tegnap este az ENSZ-hez érkezett jelentésről, amely szerint újabb erős szovjet katonai egységek lépték át a magyar határt. Brillei Jugoszlávia ENSZ küldötte kijelentette, hogy tudomása szerint tárgyalások kezdődtek a magyar kormány és a Szovjetunió között a szovjet csapatoknak Magyarországról való kivonására. Javasolta, hogy amennyiben ez az értesülés helyes, akkor a biztonsági tanács függessze fel vitáját, nehogy esetleges döntésével veszélyeztesse a folyamatban lévő tárgyalások sikerét.